A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Különböző szempontok miatt is érdekes lehet majd ez a párosítás, hiszen a pécsieknél a hétvégén sem rendeztek bajnokit, ugyanis komoly megbetegedés sújtotta a játékosokat, többen is légúti fertőzést és légúti megbetegedést szenvedtek, ellenek függényében nem is lépett pályára Eszlényi Róbert csapata a hétvégén, ellenben a DVTK együttesével, amely viszont pályán volt és győzni is tudott. Van 71-re sikerült legyőzniük a Vasas csapatát, és az egymás elleni mérleg is inkább Cicás László csapata felé billenti a mérleg nyelvét, ugyanis az elmúlt három egymás elleni mérkőzésüket rendre a Borsod megyei együttes nyerte, illetve ebben a szezonban mind a kétszer bajnokin le tudták győzni a Piacpécs csapatát október 20-án idegenben 77-82-re, még egy hónap és egy nappal ezelőtt, pontosan így helyes a megfogalmazás, 86-75-re sikerült nyerni hazai pályán a Piac ellen. A DVTK azért egy komplexebb és összeszedettebb csapatnak mondható, de amellett sem szabad elmenni, hogy a Piacpécs nagy hagyományokkal rendelkezik. A kupa szerepléseket illetően komoly rutinjuk van már a női magyar kupa döntőjében. Például 2014-ben ők nyerték az első olyan finálét, amelyben 8 csapat szerepelt, de a DVTK-nak is sikerült már kupagyőzelmet elkönyvelnie, mégpedig 2016-ban. Most viszont az biztos, hogy amelyik együttes itt nyerni tud a negyed döntőben, arra majd a legjobb négy között talán a torna legnagyobb esélyese a Sopron Basket csapata vár, amely eddig veretlenül áll a bajnokságban, illetve eddig is veretlen, hiszen az Uni Győr ellen győzelemmel kezdtek a tavalyi Euroliga ezüstérmes lányok. Ami eddig a mai napon történt, az első negyed döntőben az ETE NKK viszonylag nagyot fordítva győzte le az LTB-t, az Újbuda együttesét. 12 pontos hátrányban volt az Zalaegerszeg még a fél időben, és onnan sikerült egy roppant jó harmadik és roppant jó negyedik negyedet produkálva maguk javára fordítani a mérkőzést, és 76-63-ra legyőzni az LTB-t, Újbuda együttesét. Az NB1-es újonc NKL csata, valamint a kupában is újonc együttes vereséget szenvedett a címvédő atomerőmű KSC Szekszártól, 30 pontot is közé tudott tenni a címvédő, 84-54-re nyert az atomerőmű, illetve a hazai pályán játszó Uni Győr kikapott 69-55-re a Sopron Basket együttesétől. Így bár csak egy kérdés maradt hátra a mai napon, hogy melyik csapat az, amely csatlakozik a hazautazók sorához, és melyik együttes az, amely folytathatja tovább a szereplést. Időközben a Pécs is felteszi első pontjait a mérkőzésen a táblára, mégpedig egy triplával. Természetesen fehér szerelésében a Piacpécs csapata, és piros, némi fehérrel tarkított öltözetben, dresszben a DVTK Miskolc együttese. A pécsi oldalon Fánló Tetemedova, Simon Bréver és Imobivó kezdőötössel vágott neki a mérkőzésnek Meszlényi Róbert csapata, míg a túloldalon Mukango Modiri, Walker Kimbrough, Skorics Meggyesi Dóra és Putmina kezdőötös a borsodiaknál. Simon Zsófia megpróbálkozik egy három pontossal, gyönyörű dobás. Tiszta dobóhelyzet volt, beleállt a triplába, és sikerült megoldania. Triplára tripla, tehát a válasz. Eddig szép számmal szórják ezeket a három pontosokat a csapatok. Mindkét oldalon 2-2. Triplával próbálkozott Mokango Modiri, nem járt sikerrel.
Neki van például a legtöbb blokkolt dobása átlagosan az NB1-ben. Az ő védekező játéka is fontos tényező lehet a mérkőzésen, de több legjátékos is van mindkét oldalon. Például Megyesi Dóra adja átlagosan a legtöbb paszt, legtöbb gólpaszt meccsenként az NB1-ben, számszerűsítve ez az adat 8,53 százados az ő esetében. De például Sara Imobibo a Piac Pécs csapatából a legtöbb lepattanót szerzi, 10,65 század, valamint a valmutatóban is elsőként jeleskedik a női NB1 mezőnyében. Megyesi Dóra próbálkozott meg egy középtávolival, és nem sokan múlt, hogy labdát szerezzen. Simon Zsófia passzolja be a labdát. Van Ló. Brewer. Immobile. Van Ló kapja vissza. De a sarokba sikerül kialakítani a dobóhelyzetet, és a tiszta dobóhelyzet után itt egy újabb tripla. 9-8. Amilyen gyengécskén kezdte a mérkőzést a Pécs, most olyannyira kezdi elkapni a fonalat Meszlényi Róbert együttese. Csak triplákból sikerült eddig pontot szerezniük, de úgy gondolom ezt egyáltalán nem bánják. Egyetlen egy-két pontos kísérletük volt, azt nem sikerült kosárra váltani. Egy újabb három pontos kísérlet, ez most lejön a gyűrűről, viszont sikerül összeszedni belőle a lepattanó Immobile volt. Állt ott a palánk alatt, hogy gyűjtötte be a labdát. A festék környékén Immobile, és jó a gólpassza, amelynek következtében lesz egy két pontos. 11-8. Megyesi Dóra. Bejátszás középre az alapvonal felől, majd a kiosztásként Walker. Megyesi Dórának nem sikerül elsüllyeszteni egy három pontost. Picit magas ívben dobta a labdát. Kétszer annyi lepattanót szedett már össze a Piac Pécs csapata. Főleg védekezésben jeleskednek 5 védekező lepattanó egy támadó ellenében. De az egy támadó lepattanóból például pontot is sikerült szerezni. Jó az elzárás Immobile-tól, viszont a dobás rövid. Érkezett egy kérdés közben a komment van, hogy Szűcs Réka játszott-e a mai napon. Igen, pályára léphet, hiszen a hétvégén is játszott, és Katona Szidónia kiesése helyére érkezett az ő pótlására. Közben az első büntető jó Satori Walkertől. Majd a második is. Ezzel egy pontra zárkózik a DVTK, 5 perccel az első negyed vége előtt. Cserélnek a pécsiek, Vencel Nóra érkezett Simon Zsófia helyére. Megyesi. Most lendületből ment a DVTK. 3 pontos kísérlet. Hoppá, beragadt a labda. Előfordul ilyen is. Nézőtérről érkezik a tapsamért. Veszette a veszorult labdát. Ilyenkor a birtoklás joga a támadó csapaté.
Elrontotta most ezt a lehetőségét a Miskolci együttes. Alisza Brewer pedig két büntető dobást is végrehajtott, majd ugyanis őt faltolták. Modirinak. Ez volt az első, második személyi hibája, elnézést. Igaz, ő játéka is meghatározó lehet. Nem lenne szerencsés, hogyha hamar összeszedne akár három személyit is. Ennek függvényében muszáj lesz jobban odafigyelnie majd. Okango Modirinál most a labda. Passz a Walker irányába. Jó volt az első tripla viszont nem, de a második már jó, úgyhogy átveszi a vezetést a BVTK, elnézést, csak kiegyenlít. Ezek szerint már rálépett a dobókörre Satori Walker. Brewer. Forgolódik már a festéken belül Brewer. A közeli dobás lejön a palánkról. Walker. Tempóból mehet Walker. Jó is a két pontosa. Most már ténylegesen átveszi a vezetést a miskolci csapat, és egy labdaszerzés következtében akár tovább lehet növelni ezt az előnyt. Zele. Szücs Réka. 13 másodperc még a támadó órán. Át a túloldalra Mokango Modirinak egy középtávolival próbálkozik Mokango. Nem volt jó a dobás. Brewer. Wenzel. Három másodperc nem sikerül dobóhelyzetet kialakítani, az most egy jó védekezés volt Miskolci részről. Középtávolival érkezik és hívja fel magára a figyelmet a DVTK. Azon belül is Majász Koric volt az, aki helyre tudta tenni a labdát, de megint beragad a palánt is a gyűrű közé. Valamikor mérkőzésenként már egy is meglepőnek mondható, ezen a meccsen pedig már ez a második, ráadásul mind a kettő egy negyeden belül. Úgy gondolom, ha szándékosan akarnák végrehajtani ezt a csapatok, akkor kevesebbszer sikerülne, mint ebben a negyedben sikerült, ugyanez véletlenül. Közelről 16-14. Szabó Fanni érkezett közben Walker helyére a DVTK oldalán, valamint Mokango Modiri is lejött a parketre, az ő helyére pedig Putyin állt be. Labdaszerzésből mehet a piac Simon Zsófia. Jó bepassz középre, és kellően önzetlen volt a játékostárs, így kiegyenlít a Pécs. Kulyáktól érkezett az assziszt.
Ruják. Simon Zsófia. 13 másodperc még a támadó órán. Vonalon belülről próbálkozott dobással. Védekező falt. Szűcs Réke, ahogy lekapta a labdát, már rögtön szembe találta magát Simon Zsófiával. 2-2 a csapatfaltok száma. Nem mondható soknak ebben a negyedben. Egy percen belül már az első 10 perc. Szabó Fanni. Két pontos. 20-16 ezzel a DVTK csapatának az előnye. Simon Zsófia. Rójáknak passzol, majd ő hasonlóképp tesz. Móbió felé. Szará. Imobiónak van a harmadik legtöbb pontja az NB1-ben. Általában 16,47 század, és ugye már említettem, a lepattanók tekintetében a legjobb mutatóval ő rendelkezik, de a mai napon pedig roppant gyengécsként teljesít. Pont nélkül és csupán két lepattanó tudott eddig összeszedni. Jelen esetben pedig mindkét büntetőjét kihagyta, ami azért csúnya hibának mondható. Tizennégy másodperccel az első negyed vége előtt kapja vissza a labdát a Peac. Gémes Sarok Nikolett. Egyedül szeretné megoldani, de nem jár sikerrel. 4,5 másodperccel a vége előtt, még ott a lehetőség a DVTK előtt, hogy esetleg sikerüljön egy kosarat szerezni, bár a saját palánk alól indulnak, ami alaposan megnehezíti a dolgukat. Szabó Zsófia. Elnézést, szükséga volt az. Összekevert egy Szabó Fannival. Így az első negyed végén 20-16 a DVTK csapatának javára a mérkőzés. A miskolciak kezdték jobban az összecsapást, utána azért fel tudott javulni a Pécs, rendre jöttek például triplák egymás után, 3 is, úgy sikerült átvenni a vezetést Meszlényi Róbert együttesének, aztán viszont védekezésben talán egy picit jobbat mutat a DVTK is. Befejezéseikben is pontosabbak a támadásoknál, és ennek köszönhetően is vezetnek jelenleg 20-16-ra. Miskolci oldalról eddig Majász Korics a legeredményesebb, 8 pontot tett a közösbe. Alexander Satori Walker követi őt a tegységgel a neve mellett. A triplákban 50%-os a Peac Pécs mutatója, de a két pontosokban csupán 33, ami azért nem mondható egyáltalán sem jónak. A másik oldalon a duplák hatékonysága 50%-os, 12 kísérletből 6-ot tudott bedobni a DVTK, de ők például messze nem olyan jók a triplák mögött, mint a Peac, 7 kísérletből 2-t sikerült kosára váltani. Walker, Megyesi Dóra. Szerintem a
Walker. Walker lép be a dobókörön belülre. Napra szerzésből mehet a piac. Immobile. Jó. Betörési kísérlet Simon Zsófiától. Jó a két pontosa is. Megyesi. Kihozta egy triplát. A Napulinának sikerült elsüllyeszteni a három pontost. Triplára nem sikerül triplával válaszolni. Megyesi. Skoric. Skoric ezúttal nem dobja kosárra, inkább passzol Putnyinának, és Faltal együtt jó a kosár. Három pontot lehet elérni ebből a támadásból, feltéve, hogyha sikerül bedobni helye Putnyinának a megítélt büntetőt. Majas Koric már 11 pontnál jár eddig a mérkőzésen. Ő a legeredményesebb a teljes mezőnyben. Pécsi oldalon Alissa Brewer tudott 10 egységet termelni, neki pedig emellett 3 lepattanója is van. Picit kiegyenlítettebb lett azért a lepattanó csata. Piaci oldalon már 11, a DVTK-nál pedig 13, ugyanez a mutató. De most állja Putnyina. Egy pontot még hozzátehet ahhoz, hogy 8-ra növelje a DVTK előnyét. Sikerül visszaszerezni a labdát. Kányási. Jó a tripla. Egy pont helyett végül 3 lett belőle a jó labdaszerzésnek és Kányási Veronika tripla kísérletének köszönhetően. Megyesi Dóra adta a gólpaszt. Asszisztok tekintetében már 3-nál tart Megyesi. Az imént triplát szerző Kányási Veronika volt a szabálytalan, és ennek függvényében Immobile dobhatja a büntetőket. Rendszerint ezt a palánkos megoldást preferálja a nigériai center. Walker Kimbrough. Kányási. Szép megoldás Kányásitól, és be is szédül a labda. Három pontos után most egy duplával jelentkezik Kányási Veronika. Rövid időn belül 5 pontot tesz fel a neve mellé. Gémes sorok. Bejátszás Kimóbiónak.
30-22-re zárkózik a Pécs. Két pontos pécsi oldalon. Megyesi. Jó elzárásokat kapott Megyesi Dóra, de nem sikerül kosarat szerezni, pedig Góra törően tört be a dobókörön belülre. Különösen jónak. A Pécs 6-ból 3-at tudott értékesíteni, míg a DVTK oldalán 5-ből 3 a mutató. Már az a 60%-os arány még azért nem tűnik olyan vészesnek. De egy ilyen szoros mérkőzésen azért számítanak ezek az egypontos kísérletek. A DVTK összeszedte közben negyedik csapat hibáját is. Megyesi. Skorics. Le a sarokba. Walker Kimbrough. Putnyinál próbálja meg. Ez elég lapos és rövid is volt. A gyűrű érintése nélkül hagyta el az alapvonalat. Ruják. Simon Zsófia passzolta be a palánk alá a labdát, és sikerül két pontot szerezni ebből a támadásból. Most a duplákban hatékonynak mondható a piac, de sikerül duplára duplával válaszolni a Putnyina. Simon Zsófia. Jó bejátszás Brévertől, most kapja vissza Bréver. A palánk útját állta a dobásának. És a Pejac Pécs is begyűjti negyedik csapatfaltját. Katerina Tetemondova első személyi hibája volt. Megyesi. Skorics. Megyesi Dóra. Megmozgatja most a DVTK a pécsi védelmet. De védekező lepattanó lesz belőle. Tetemendova. László kért közben időt. Elmondta a kupa küzdelmeket megelőzően a Tivosgyar vezetőedzője, hogy már nagyon várják a Magyar Kupa 8-as döntőjét, egy olyan hétvége szokott lenni, amely elé mindig izgatottan tekintenek a játékosok és a stábtagok is, hiszen ilyenkor lehet találkozni egymással a különböző csapatok tagjainak.
és kitért erre a 8-as döntő adta a speciális helyzetre, hogy négy klub is búcsúzik már az első napon. Ezek a gárdák általában nagyon csalódottak szoktak lenni, hiszen senki sem szeret veszíteni. Nekik pont ezért az első meccset kellene megnyerniük, és azon koncentráltan játszaniuk. Valamint kitért arra is, hogy most egy új helyzet áll majd elő, hiszen más szabályok vonatkoznak a kupára, nem kell kötelezően játszhatni fiatal játékost, és magyar szabály sincsen. Mindenki a legerősebb csapatával fog játszani. És ez úgy gondolom igaz erre a párosításra is. Hogy Citás László szavaival éljek. Gyorsan felpasszolta a labdát Meggyesi Dóra. Putnyina. A festéken belül forgolódott már. Kiarcolt egy faltot. Fanló. 5 perc és 15 másodperc még a fél időig. Jelenleg 8 pont a DVTK előnye. Sarokból a tripla kísérlet. Lejön a gyűrűről, picit elhamarkodott dobás volt ez most. Volker Kimbrough. Okango Modiri. Egyesi Dórának. Szép megoldás Tíus Gyuri részről. Pontos befejezéssel. 2 pont az eredménye és a jutalma. Így pedig 10 közte most. Fallo. Rivertől kapott elzárást, majd neki passzol, ez pedig egy gyönyörű labdaszerzés. Chanel Mokango Modiri vette ki védekezésből a részét, és ahogyan már említettem, a harmadik legtöbb blokkolt dobása neki van az NB1-ben átlagosan, úgyhogy meghatározó eleme a Diós Győri védelemnek. Azúttal pedig a Beac Pécs vezetőedzője Meszlényi Róbert kért időt. Pontatlanok most a befejezések a Mecsek Aljai együttesnél. 50%-os jelenleg 2 pontos hatékonyságuk, viszont a triplák tekintetében visszaestek. Amikor legutóbb ecseteltem ezt a mutatójukat, akkor 6-ból 3 volt a bedobott triplák aránya. Most 8-ból 3 ugyanez a mutató, tehát 2 kísérlet és egy sem volt eredményes. A Diós Győr 18 két pontos kísérletéből 10-et tudott kosárra váltani, és 40%-os a tripla mutatójuk, ami viszonylag már jónak mondható, 10 kísérlet és abból 4 volt a helyén. Ha lepattanókat nézzük, akkor 14 pécsi oldalon, 16 a Diós Győrnél. A valmutató tekintetében pedig 13-mal jobbnak mondható DVTK Miskolc együttese, 41-jel állnak ők e tekintetben, és 28 pécsi oldalon a val. Azért a fordulat még bármikor benne lett a mérkőzésben, ez a 10 pont egyáltalán nem mondható olyan tetemes előnynek. 2 rossz támadásra 2 jó védekezés érkezne, illetve pontos támadásbefejezések pécsi oldalon, akkor rögtön felzárkózhatla Meszlényi Róbert együttese, ennek reményében is kér talán időt, de az első DVTK támadást nem sikerül kivédekezni az időkérés után. Fanló. Le a sarokba. Alapvonalon próbál betörni. Tetemondova. Thank you.
Közben cserélt Cizás László. Zele Dorina érkezett állja Putnyina helyére. És a pont beállt. Zele Dorina személyi hibája következtében dobhat most büntető Csimon Zsófia. Az elsőt bedobja. A másodikat is sikerül. Akkor 10 pontra redukálhatja hátrányát a Pajac Pécs. Ez is a helyén. 2 pontra végül is sikerül 2 ponttal válaszolni. A más-más kontextusban is, hogyha lehet így fogalmazni. Skorics. Okángó Modri. Támadó falt. Az Zele Dorina nem volt a legjobb csere. Alig 1 perc, hogy beállt és összeszedett egy védekező hibát, majd most egy támadó faltot. Gémes sarok. Simon Zsófia. Nem jár sikerrel a 2 pontos kísérlete, és Okángó Modri összeszedi a lepattanót. Skorics osztja ki. Nincsen szabálytalanság, de 2 pontos dobás sincsen. Mármint dobás volt, kosár nem lett belőle. Fanló. A sarokból egy tripla kísérlet. Ez is Okángó Modrié gyűjti most szép számmal a lepattanóit. DVTK kongói centere. Walker Kimbo. Zene Dorina 2 pontosa. Feljön 40 pontra ezzel a DVTK. Ezt a 10 percet eddig 8-al viszi Cicás László csapata. Most már 6-ra nő. Ez a különbség, 6-ra csökken ez a különbség. Simon Zsófiát kellett felsegíteni pécsi oldalon, illetve mindkét csapat vezetőedzője cserélt. A sikeres közelít pedig Katarina Tetemondova hajtotta végre, azzal jött fel 32-re a Pécs. Zele Dorina. Kipertül a gyűrűről. Most a miskolci részen akadnak problémák a befejezéseknél és a pontosságnál. Fanló. Faltal együtt jó a kosár. Imobio előbb jó elzárást adott, majd ő kapta vissza a labdát Fanlótól, és a palánkalól sikerült értékesíteni egy duplát, leadású faltal együtt. Így akár 5 pontra is zárkózhat a Pajac Pécs. Imobio eddig 50%-os volt a büntetőknél. Most bedob egy újabbat, ezzel pedig 5-ből 3 a mutatója. Valamint 8 pont a neve mellett, ezzel a büntetővel együtt már 9. És ha jól hallottam, Cicás László kért időt.
picit visszább esett a DVTK lendülete. És ahogyan már korábban is említettem, hogy pillanatok alatt fogyhat el az a 10 pontos előny, vagy akár 12, hiszen annyi is volt a Diósgyőri együttes forja. Előzetesen is talán ezt a mérkőzést várták a legszorosabbnak. Ezen a bajnokság 5. helyezettje a 3. pozíciót elfoglalóval csap össze. Utóbbi a DVTK Miskolc. Baranya megyeiek állnak a bajnokság 5. helyén 12-6-os mérleggel, 12 győzelem és 6 vereség az ő mutatójuk. Míg a DVTK-nál 14-4 ugyanez az arány. Hiszen azért az Alaegerszeg egy a bajnokságban gyengén szereplő csapatot, az Eltebeac Újbudát győzött le, a címvédő KSC Szekszárd azért könnyen megoldotta maga feladatát az NB1-es újonc és Kupa újonc NK csata csapatával szemben. A Sopron Basketet pedig úgy gondolom nem kell ecsetelni, hogy miért is voltak ők az esélyesebbek az Uni Győrrel szemben, még hogyha jövő héten az Euróligában is helyt kell állniuk majd. Jó erős a Sopron csapata, nem hiába, és nyilván a motiváció is megvan bennük a tavalyi elveszített kupadöntő után. Szücsirika első büntetője jó. És a második is. Ezek voltak neki az első büntetői. Mindkettőt kosárra váltotta. Csanál Mokánbó Modiri hagyja le a játékteret átmenetileg. Helye Putnyina érkezik az ő helyére. 1 perc 18 másodperccel a nagy szünet előtt. Valamint Braver is beállt, Tetemondó a helyett Pécsi oldalon. Fánlótól a betörés, illetve a palánk alóli kétpontos kísérlet. Szücs. Putnyina. Kányási. Kányási Veronika kiteszi egy hárompontos kísérletre Putnyinának. Picit oldalra tartott a dobás, valamint rövid is volt. Brewer. Neki jó a duplája. 42-37. 25 másodperccel a szünet előtt. Szűcs. Skoricstól érkezik a passz Putnyina felé. Majd kapja vissza Szűcs Réka. Gyönyörű akció. Ez egy nagyon szép támadás volt most. Divos Győriektől. 6 másodperc. Szűcsék a személyi hibájának. Ruják Nóra Anna volt az elszenvedője. Ruják bedobja mindkét büntetőt. Visszatér Katarina Tetemondova, 2 másodperccel a szünet előtt. Egy elengedett 3 pontos, majdnem jó volt. Így az első fél időben 5 pont a Diósgyőr előnye. 4-es előnnyel vághatott neki a Miskolc együttes. A második negyednek elsikerült még egyet hozzátenni, ugyan volt ettől több is, hiszen 12 ponttal is vezetett Cicás László együttese, de azért felzárkózott a piac. Pécs
így még bőven maradtak nyitott kérdések, sőt, csak nyitott kérdés maradt a második fél időre.
A második félidő kezdete előtt 44-39-re vezet a Diós György csapata a Piac Pécs ellen. A női kupa utolsó negyed döntőjén érkezett egy komment, mely szerint eddig azok a játékosok tesznek a legtöbbet a DVTK vezetéséhez, akik eddig kevesebbet mutattak, valamint egy másik hozzászólás szerint jobban forgatja a Diós Győrök keretét, és ez a kettő talán valahol össze is kapcsolódik, hiszen a perem emberek jó teljesítményt nyújtanak a mai napon. Eddig nem voltak akkora főszereplők. Addig a Diós Győr csapatából Skor is 11 pontnál jár. Putnyina 7-nél, illetve Szűcs Réka 6 egységet termelt eddig, de jobban kezdi a második félidőt a Piac olyannyira, hogy már egyenlő az állás. Nem sikerül kosarat szerezni a Diós Győrnek. A Pécs egy jó támadással akár átveheti a vezetést is. Falló. Kisé túldobta ezt a távoli kísérletet Meggyesi Dóra. Skoristól kapta vissza. Meggyesi. Faltolják. Személyi hibája volt. Összességében neki már ez a harmadik faltja volt. Meggyesi, nagyon üresen kapta Putnyina. Jó is a két pontos. Tete Mondova. Simon Zsófia, nem jó a passza, sikerült összegyűjtenie Okango Modirinek. Meggyesi, jól cselezget Fanlóval szemben, majd Sanám Okango Modiri felé passzolt, neki viszont nem volt túlságosan jó a dobása. Breveren védekezik Okango, ezt a csatát most a Piac játékosa nyerte. Nyina. Okango Modiri a festéken belül. A lepattanót összeszedi. Harmadjára már nem sikerült egy újabb dobást megpróbálni. Ezek a kísérletek azért fájhatnak a Diós Győri szurkolóknak, hiszen kényelmes két pontos lehetett volna ebből elérni. Ráadásul kétszer is megpróbálhatta Okango Modiri. A szerencséjükre nem bosszulta meg a Pécs. A kérdés az, hogy azt a 12 pontos előnyt, amellyel rendelkezett a DVTK, és amely immáron nullára csökkent, azt megbosszulja a Piac Pécs csapata. Okel Kimbró két pontosa. Ő eddig 8-nál jár. Meggyesi Dóra. És itt talán túl gondolta most ezt a támadást a Diós Győr. Putnyina akár kosára is dobhatta volna a labdát. Megteszi helyette például Mobigó. Jó a három pontos, átveszi a vezetést a Piac. Meggyesi Dóra. Az ilyen félidők és az ilyen hosszabb szünetek vagy nagyon jól, vagy nagyon rosszul tudnak jönni egy-egy csapatnak. Eddig azért úgy tűnik, hogy inkább a DVTK lendületét törte meg ez a 15 perc kényszerpihenő, amely nyilván nem volt annyira kényszerpihenő, hiszen jól esett a játékosoknak, ki
kicsit relaxálni és rápihenni a második félidőre. De eddig úgy tűnik, hogy Meslényi Robertnek sikerült inkább felrázni játékosait. Olyannyira, hogy ez a dobás például falttal együtt jó. Immobile és Braver egyaránt 16-16 pontos a Piacpész csapatából. Sarah Immobile most tovább növelheti pontjainak számát, hogyha sikerült volna bedobni a büntetőt. Meslényi Robert szét is tárta a karjait. Ilyen szoros mérkőzés alakulásnál azért elég kényelmes, hogy az ilyen hibák beleférjenek. Megyesi. Putnina. Szép blokkolt. Dobás volt. Mármint a blokkolás volt szép Imovivótól. Labdaszerzés. Végig mehet vele a DVTK-kel, Meggyesi Dóra passzol Haja Putnina felé, ő pedig köszöni szépen, és megcsinál egy 2 pontos kosarat. Leosztás Fenlónak, jó a tripla! Julie Fenló gyönyörűen végrehajtott 3 pontos a sarokból. Putnina. Labdát szerez a Piac. És nem láttuk, hogy mi történt, de ahogyan a játékvezetői ítéletből vettem ki, faltolták Fenlót. Sportszerűtlen hiba volt, nyilvánvalóan, mivel lendületből mehetett volna a Piac, ezért még a labda marad a pécsieknél. 4 pontot már nem lehet elérni ebből a támadásból. De is még el lehet, hogyha 3 pontos kísérlettel tudnának operálni, de jelenleg duplára jön ki a játék. Kettős csere Pécsi oldalon, Simon Zsófé és Katarina Tetemondova érkezik a parketre. 55-52-es állásnál, 4 perc 30 másodperccel a zárónegyed kezdete előtt. Meggyesi Dórától közben egy sarok tripla, és nem sokan múlt, hogy labdát is szerezzen. Ő is jól játszik ma, főként itt a második félidőben lépett elő vezéregyéniséggé. Hat pontja van Meggyesinek, egy lepattanója és 6 asszisztja. Így védekezik most Puják Nórával szemben. Szűcs Réka érkezett közben Meggyesi Dóra helyére. Ki elkövette már második személyi hibáját is. 58-55-re vezet a Piac. Putnina, Szűcs. Le a sarokba. Skorics. Vissza Szűcs Rékának. 5 másodperc még a támadó órán. 3-2. Most sikerül eldobni egy középtávolit.
sikerül kiharcolni egy faltot Walker Kimbrough-tól. A Pécs is összegyűjtötte a megengedett csapathibák számát. 4-4 mindkét együttesnél. Walker Kimbrough pedig bedobja mindkét büntetőt. 58-57. Ez a negyed attól függetlenül még továbbra is a pécsieknek kedvez, hiszen 5 pontos hátrányban kezdték meg a második félidőt, és jelenleg ők vezetnek egyel. Brewer. Simon Zsófia passzol. És jó a közeli dobás Immobiótól. 18 pontnál jár Sara Immobivo. Az NB1-es átlaga felett játszik már. Putnyina. Neki nem sikerül bedobni, de sikerül összeszedni a Diós Györnek. Putnyina próbálkozhat akár ismét. Szücsnek szeretne passzolni, átnéz inkább a túloldalra. Az nagyon kevesen múlt, hogy ne legyen belőle egy gyors lerohanás. Helyette viszont lett belőle két pontos kosár, így 60-59. Májás Korics volt a kosár szerzője. Hete Mondova. Mi a sarokba? Ruják Nóra. Lejön a gyűrűről a dobása. Ezzel pedig most mehet Walker Kimbrough. Mokango Modirinek passzolt volna a palánk alá. Továbbra is nagyon kiegyenlített, nagyon szoros csata. Az első félidő végén úgy zártam, hogy a második játék részre is maradnak még bőven nyitott kérdések. Ez továbbra is igaz, és főként annak függvényében igaz, hogy a negyedik negyedre marad minden kérdés. Hiszen itt hátra lévő 2 perc 15 másodpercben alig ha egyik csapat is olyan előnyre szerteni, amely már behozhatatlannak legyen mondható. Mobivo közben 19. pontját is megdobja, és a következő büntetőt is a helyére teszi, akkor meg lehet a 20. pontja is. Már pedig a helyére teszi. 62-59. Szűcs. Katerina Tete Mondova negyedik személyét követte el. Jó, most kap egy kisebb pihenőt a záró játék rész kezdete előtt. Mokango Modiri bedobja az első büntetőt. Eddig még büntetőt nem dobott a mérkőzés során. Most ezt is gyakorolhatja. A gyakorlásból pedig értékesített büntetők lesznek. 62-61. Roppant szoros mérkőzés. Az eddigi legszorosabb a Női Magyar Kupa mai játéknapján. Alicia Brewer jelentkezett egy közelivel. 64-61. Skorics. Jó volt a palánk alatti betörése. Akár megpróbálhatta volna kosára is dobni. Helyette Szücsnek passzolt, csak az picit magas volt. Közben 2 másodperc a támadó idő még. Egy marad. Immobio hagyta el a játékteret, és közben időkérés
Cicás László szeretné átbeszélni a történteket. A harmadik negyed vége és a negyedik 10 perc kezdete előtt. A dobó százalékban feljebb volt a Peat Pécs csapata a második félidőre. Jelenleg 54,8%-os a dobó formájuk, még a DVTK esetében ugyanez a mutató 46,9%-os. Nem hiába viszi eddig ezt a negyedet Meszlényi Róbert csapata 25-17 arányban. 5 pontos hátrányban vágott neki a harmadik 10 percnek a Peac, és jelenleg 3 pont az előnyük. Egy szép figura lett volna, hogyha sikerül Skoricsnak kosarat szerezni. De nagyon-nagyon kevés volt az idő, ráadásul nem is volt pontos a dobása. Na hát ismételten Skorics. Okángó Modiri bele tud állni egy középtávoliba. Jó is a 2 pontosa. Volt előtte terület, és kényelmesen ki tudta alakítani a dobó helyzetét. 8 pontnál jár Sanám Okángó Modiri. Walker Kimbrough és Maja Skorics kivételével eddig a DVTK légiósai nem igazán hozzák az elvárt teljesítményt. Szűcs. Okángó Modrinak a bejátszás. Tíz másodperc még a negyedből. Simon Zsófia, jó a 2 pontosa. Jelentően ez lesz a harmadik negyed utolsó mozzanata, így minden kérdés a negyedik negyedre marad, a negyedik negyedben kerül megválaszolásra. Bármi lehet még, bármelyik csapat tovább juthat, és bármelyik csapat kieshet. Ez egy igazi kupamérkőzés pikantériája és szépsége, hogy minden döntés az utolsó negyedre marad. Mérkőzés elején még említettem, hogy az utóbbi 3 egymás elleni mérkőzést a Diós György nyerte a Peac Pécs ellen, illetve az idei szezonban lejátszott 2 bajnokin is a Miskolci együttes tudott diadalmaskodni, és a Peac Pécs weboldalán azzal a címszóval igyekeztek felhívni a figyelmet erre a kupa mérkőzésre, hogy ideje megfordítani ezt a mérleget és visszavágni a Diós Györgynek. Erre most már adott a lehetőség, hiszen 3 pontos előnyben vághat neki az utolsó játékrésznek a Peac Pécs csapata, és ha sikerül átmenteni az utolsó 10 percre a harmadik negyedben mutatott formát akár, akkor komoly esélyük is lehet a fehérmezeseknek arra, hogy ők jussanak be a legjobb 4 közé, és ők játsszák az elődöntőt a Sopron Baskettel. Viszont ehhez még azért szükségeltetik 9,5 perc jó kosárlabda és koncentrált játék. 5 tripla
csupán a különbség. Fanló kilép egy három pontosra, de ez nagyon-nagyon rövid. Szerencsésen sikerül visszaszerezni a Pécsnek a labdát. Simon Zsófia. Ez a tripla kísérlet sem jó. Megúszta ezt most a DVTK, pedig két veszélyes kosár is érkezett az ő védelmük oldalán. Mokango Modiri két pontosával, közben egy pontra zárkózik a Diósgyőr. Chanel Mokango Modiri már 10 pontnál. Fanló. Jó elzárást kapott. Támadó Falti Mojótól. Jaszlény Robert kér időt. Ebben a negyedben még nem sikerült pontot kosarat szereznie a Pajacnak. Nem fér bele egy rövid kihagyás sem, mert nagyon-nagyon gyorsan fordulhat át a mérkőzés egyik mederből a másikba. Ezt már a Diósgyőr tapasztalhatta. Egy jó védekezés, egy jó támadás, és pillanatok alatt már a másik csapatnál az előny. Jelen esetben most akár az elő is fordulhat a DVTK esetében, hiszen egy jó védekezés következtében átvehetik a vezetést, hogyha sikerül pontokat szerezni a következő támadásukból. Nyilván az is kérdés, hogy mennyit. Perc 52 másodperccel a mérkőzés vége előtt, egyetlen egy pont a Beac Pécs csapatának előnye, ennek csökkentése és ennek megfordítása érdekében támad most a Diósgyőr. Mokango Modri, Meggyesi Dóra, ő is visszatért a pályára. Leosztás a sarokba. Első büntetője nem jó. Már többször is mondtam a mérkőzésen, hogy egy ilyen szoros lecsengésű párharc során rengeteget számíthatnak ezek az 1-1 pontok. Most ez kivált kép igaz, hiszen hogyha mindkettőt bedobta volna Putnyina, akkor akár a vezetést is átvehette volna a DVTK, de egyiket sem sikerült, ráadásul a lepattanóból sem sikerül kosarat szerezni, legalábbis első szándékból, ugyanis Mokango Modiri begyűjti a második lepattanót is a DVTK-nál. Meggyesi Dóra középtávoli, ez pedig már jó Putnyinától. Meggyesi Dóráé volt most itt az érdem, elvitte az embert, vagy jól passzolt Aja Putnyina felé, ő pedig amit elrontott büntetőből, azt már nem rontja el két pontos kísérletből. 67-66 a Diósgyőr javára. Közben egy támadó falt. Picit, mint hogyha dekoncentráltá vált volna a Peac Pécs. Ne felejtsük, hogy továbbra sincsen pontjuk ebben a játék részben, ebben a 10 percben. 66-63-mal kezdődött az árónegyed. Alicia Brewer közben begyűjtötte negyedik személyi hibáját. Simon Zsófia, pontatlan a passza. Igen, megjön a Diósgyőri tábor hangja is. Most a szurkolók és talán a játékosok is megérezték a fordítás lehetőségének illatát. És Falttal együtt jó a kosár. Walker Kimbrough.
Most a bíró ítéletekből jobban jön ki a DVTK. Ráadásul Walker Kimbrough bedobja a megítélt büntetőt is. 77-60. 7-0 eddig ez a negyed Miskolci együttesnek. Egyesi Dóra harmadik személyi hibáját követte el. Brewer. Ja, másik oldalra Gémes Saroknak. Pedig elsüllyeszt egy hármast. Elnézést. Ezek szerint két pontos volt, nem figyeltem a játékvezetői karjelzésre. Duplára dupla a válasz. 72-68. Visszáll a négy pontos különbség. Van Loo. Brewer. Ez már három pontos lesz, ha bemegy, de nem megy be. Pécsi szabálytalanság. Ráadásul a negyedik csapat szinten. Ez a mérkőzés, ez a játékrész a mérkőzésen. Ezek a percek most nagyon kedvezően alakulnak a Diósgyőr szemszögéből. Pontszerzésekben is és fajtokban is minden az ő ízük és kedvük szája szerint alakul. Walker Kimbrough kísérlete lejön a gyűrűről. Sikerült még begyűjteni, és jó a két pontos Walker Kimbrough-tól. 17 pontnál jár már Chatori Walker Kimbrough. Van Loo. Gémes Sarok. 3 pontos lehetett volna belőle. Ebben a negyedben visszaesett a pécsi dobóforma. Összességében 19-3 pontos kísérletből hetet tudtak bedobni a pécsiek, 32 pontos kísérletből pedig 18-at váltottak kosárra. A Diósgyőrnél 46-24 a dupla kísérletek aránya és hatékonysága, a triplák mögött pedig 30%-os a mutató, 33 egészen pontosan 15-ből 5. Van Loo. És 8 pontra nő most már a Diósgyőr előnye. Ez már azért komolynak mondható 5 perccel a mérkőzés vége előtt. Nyilván még ez sem behozhatatlan. De azért kedvezőbb, mint a 3 pontos hátrány, amelyben kezdték ezt a 10 percet. A 8 pontból pedig 10 pont lesz. Aja Putnyina. Szerűvé vált egy kis beszélgetés. Ennek szellemében döntött az időkérés mellett Meszlényi Róbert. Talán még az utolsó szalmaszába kapaszkodhat a Peac. Annak érdekében, hogy legyen keresni valójuk itt még a hátra levő 5,5 percben. Kicsúszott kicsit a kezük közül ez a mérkőzés. Pedig a harmadik és a negyedik, a második és a harmadik negyedet ők menedzselték jobban.
18-17 egyébként eddig a faltok aránya. Annyi a különbség, hogy ebben a negyedben már a piac 5 csapat hibát is összeszedett, és ennek azért még lehet jelentősége a hátra levő 5 percben. Fanlow. Simon Zsófia. A kosár nem jó, de büntetőből lehet próbálkozni. Az ő mutatója eddig 100%-os volt a büntetőknél. Továbbra is tartja ezt a formáját. 3-ból 3. És 4-ből 4. 78-70. 19 pontnál jár Simon Zsófia. Putnyina. Okango Modritól jó a 2 pontos. 80-70. A negyedik negyedre érkezett meg igazán Chanel Okango Modiri. Julie Fanlow. A festékre érkezett a bejátszás, sikerült még összegyűjteni Simon Zsófia. Nem talál üres embert, és eladott labda lesz belőle. Védekezésben most Jobadi Józsgyőr. Egyesi. Jó, a paszt is Okango Modirinak, és egy újabb 2 pontos a kongóitól. 2-er. Ez egy pontos és jó észrevétel gémes sarok Nikolett felé. A palánk alól. Palánk alatt ő pedig nem hibázik. Visszállítja a 10 pontos különbséget, viszont eltelt bő másfél perc az időkérés óta, és továbbra is 10 pont a különbség. Legalább ebből nincsen most kosár, gondolhatják a pécsi szurkolók. 2-er. Fanlow. River közelről. A lepattanót még összeszedi. 12 másodperc a támadó órán. Ruják Nóra érkezik parketre pécsi oldalon. Julie Fanlow helyére érkezett Ruják. Simon Zsófia. 9 másodperc még a támadó időből. 6. Most engedik el a triplát. És a Diós Győri a lepattanó. Lepattanók száma a Diós György javára. Réver. Rujáknak a bejátszása palánk alá, majd kikeveredik a dobókörön kívülre a labda, de ebből sincsen kosár. 2 perc, 30 másodperc még a mérkőzésből. A Diós György annyira nem bánja, hogyha úgy nem szereznek pontot, hogy pécsi oldalról sem érkezik rá büntetés, hiszen akkor továbbra is marad a 10 pontos különbség, de ez a 10 pontos különbség most 13-ra nő. Hol kell Kimbró sarok triplája következtében? 85-72, eldőlni látszik a mérkőzés. Bréver azért még gondoskodik róla, hogy ne legyen végérvényes ez a kijelentés, és ne lehessen a mondat végére pontot tenni.
még szeretne ott nyitva hagyni egy zárójelet, vagy egy kérdőjelet, ahogy tetszik. Megyesi. Pontos a passza, és jó a befejezés is. Majas Korics. ...24-8 ebben a negyedben a Diósgyőr javára. Falló. Ő is visszatért a pályára. Ruják. Ruják a dobókörön belül. Immobile. Diósgyőr még csupán most tart harmadik csapat hibájánál. Megyesi Dóra helyén pedig Szűcs a pályán. Ruják próbálkozása lejön a palánkról. Immobile-nak még sikerül összeszedni a lepattanót. Kosarat már nem tud szerezni, de egy faltot kiharcolni igen. Második büntetőjét már nem tudta bedobni. Tízből hat büntetők mögötti hatékonysága Szerai Mobivónak. A diósgyőri padnál már pacsiznak, a pécsieknél pedig a pécsiek pedig csalódottan üldögélnek az oldalvonal mellett. Azért már ők is érzik, hogy eldőlt ez a mérkőzés. Szűcs középtávolija. 10 pontra csökken a piac hátránya, de az utóbbi időben, mióta időt kért Meszlényi Róbert, és nyilván annak függvényében és annak reményében kért időt, hogy az akkori 10 pontos hátrány sikerüljön valahogy ledolgozni. Ennek ellenére volt közt a 13 is, de 10-től kevesebb soha. Azóta legalábbis. Azért még érkezik egy pécsi időkérés. Ez már tényleg a leges-leges legutolsó szalmaszál lenne. És kisebb csoda kellene ahhoz, hogy valahogyan ledolgozza ezt a 10 pontos hátrányt a Pécs. Rengeteg diósgyőri pontatlanság és sok-sok hatékony, eredményes kosár pécsi oldalon. Amire azért lássuk be, jelen formát elnézve, elég kevés az esély, hogy innen ezt a mérkőzést már elrontsa a DVTK. ...78-ra zárkózik a piac. Szűcs.
Szücsik, aki hagyta mindkét büntetőjét. Ha mondhatom, talán akkor, amikor már belefér. Lokango Modiri bent tartja a labdát, Szabó Fanni. 18 másodperc még a mérkőzésből. Fanló. Gyönyörű passz. Az egyik legszebb megmozdulás Pécsi oldalon. A mérkőzés utolsó másodpercében érkezik. Kiváló gólpassz Fanlótól Imobolyvó irányába. Enged egy újabb dobást Fanló. Falt lesz belőle, két pontos nem. Itt már csak különbség nagysága a kérdés. Ezen csökkenthet most Sarai Mobidó. Aki egyébként 23 pontot jegyzett ezen a mérkőzésen, most már 24-nél jár. És akár meg lehet neki a 25. is, hogyha a második büntetőjét is bedobja. Hát nem sikerül. A mérkőzés végén pedig 87-81-re nyer a DVTK csapata. Ha kis túlzással és szőrös szívvel szeretnék fogalmazni, akkor azt is mondhatnám, hogy az egyik oldalon egy jó negyed elég volt, a másik oldalon pedig egy rossz negyed eredményezte a csapat vesztét, de nyilván azért sokkal összetettebb és komplexebb volt ettől a mérkőzés.